Rekontra. Schiffer András, az LMP frakció vezetője, tisztelettel köszöntöm, képviselő, jó reggelt kívánok, kérdező társaim Csuha Ildikó, Népszabadság és Pindrok Tamás, a Magyar Hírlap munkatársa, főmunkatársa, elnézést tőletek, kollégák, kérdező társak. Ötödszörre is nekifutott képviselő úr a ügynök kérdésrendezésének. Igaz, hogy most már szakított a hagyományokkal, most már nem törvényjavaslatot, hanem országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be. Ennek mi lesz a menete? Egyrészt negyedszer, pár héttel ezelőtt szavazta le az országgyűlés azt a határozati javaslatot, ami a kormányt kötelezte volna, hogy december, tehát idei év december 31-ig nyújtson be a parlamentnek egy aktanyilvánossági törvényt. A Fidesz-KDNP kinyilvánította azt a szándékát, hogy nem áll szándékában tárgyalni még a határozati javaslatról sem, tehát nem áll szándékában rendezni az ügynök aktán kérdését. Szerint milyennek az oka? Hiszen korábban maga Lázár János szorgalmazta, amikor még a Fidesz frakció vezetője volt, a teljes nyilvánosságot. Persze, többen is szorgalmazták, és a Fidesz-KDNP-ből rendre mind a négy alkalommal voltak kiszavazó, meg nem, jelentőségteljesen nem szavazó, tartózkodó képviselők. Az ember csak arra tud gyanakodni, hogy ezek a túlélő állambiztonsági hálózatok, amelyek derekosan kivették a részüket az ország kirablásából 1990 után, tehát az állami vagyon lebontásából, ezek túlságosan is összenőttek a rendszerváltás után. Azok nem megfontolható érvek, amikről például Kövér László is beszélt, vagy Demeter Ervin, ők mindketten titkosszolgálati miniszterek voltak korábban, hogy valóban van egy olyan észszerű határ, ameddig védeni kell a szolgálatokat és mindent, ami az ő munkájukkal kapcsolatos. Most egyrészt az általam háromszor benyújtott törvényjavaslatban is ezek a szempontok ott vannak. Tehát mind a három javaslat tartalmazott arra kitételt, hogy a Nemzetbiztonsági vagy Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója egy úgynevezett főigazgatói listán azokat az információkat, amik jelenlegi katonai vagy nemzetbiztonsági érdeket érintenek, ezeket továbbra is zárva tarthatja a nyilvánosság elől. Egyebekben pedig a tárgysorozatba vétel az nem azt jelenti, hogy a törvényjavaslatot hibátlanul el kell fogadni, az azt jelenti, hogy a kérdésről tárgyalni akar az országgyűlés, tehát Kövér Lászlónak és Demeter Ervinnek lett volna lehetősége módosító javaslatokat benyújtani. Finisben bolygatni a múltat idézőjelben. Én nem vagyok ellene. Már ezt. Tehát én amikor nincsen választási kampány, akkor meg az a probléma, hogy választási kampányon kívül vagyunk. Hát én ezt milyen, elkezdtem ezt a történetet 11-ben. Okozna ez a teljes nyilvánosság? És hogy képzeli a teljes nyilvánosságot az az ember, aki bemegy mondjuk a történeti hivatalba, most is kikérheti magáról, a magáról szóló iratokat. Csak hogy ki vannak húzva a nevek benne, ugye? Tehát ezt önök megváltoztatnák, nyilvánossá tennék, vagy mit jelentene a teljes nyilvánosság? Mindenkiről mindenki bármit mondhatna? A mai napig előfordul az a szégyen, hogy történészekkel szemben pert nyernek olyan személyek, akiknek az érintettségéről megfelelő ez dokumentáció van. Szerintem ez egy szégyenletes állapot, ezt meg kell szüntetni. Ráadásul ez egy alaptörvényellenes állapot is, tehát az alaptörvény legutóbbi kiegészítésével is ellenkezik. A törvényjavaslatunk azt is kezeli, hogy természetesen a megfigyeltek, az áldozatok személyiségjogai tiszteletben kell tartani, tehát az áldozatokra vonatkozó személyes adatokat nem lehet kiborítani az utcára. Sőt, jegyzem meg, egy szűk körben egyébként még a működtetők vagy ügynökök esetében is lehetnek olyan szuperérzékeny, szenzitív adatok, amiknek a nyilvánossága nem indokolt. De mi azt szeretnénk... Hát sok-sok ilyen jelentésben magánügyekről van azért. Így van, tehát... de mi azt szeretnénk, hogy ezeket a különlegesen érzékeny politikai relevanciával egyébként nem bíró információkat, az áldozatok személyiségi jogait, illetve a jelenleg is élő katonai nemzetbiztonsági adatokat leszámítva, igen, minden kerüljön nyilvánosságra, tehát kutatói engedély nélkül. Az is kerüljön, bocsánat, nyilvánosságra, aki mondjuk fel van sorolva papírokon, mint beszervezendő, de nem szervezték be? Természetesen. Hogy? Hát akkor erről lehet vitatkozni, föl lehet tárni, hogy de mi történt, de nem húzzák a vizes lefedőt, húzzák, miközben ráadásul pontosan tudjuk azt, hogy még azokra se húzták rá a vizes lepedőt, akikre egyébként indokolt lett volna. De fegyverként lehet használni a politikában. A fegyverként most lehet használni, de pontosan azt az állapotot szeretné az LMP megelőzni, illetve megszüntetni, hogy 25 éve megy ez a csiki-csuki játék, hogy nincsen nyilvánosság, maszatolás van,
van, és amikor valakinek érdeke, nem csak egy választási kampányban, mondjuk egy párton belüli leszámolásnál azt, ez hogy kilője az ellenfelét, akkor valahonnan az adóból előhúz egy papíros. Ilyet, hát még a választási kampány nem kezdődött. Képviselő azt is mondta, hogy azért ketté kell választani azt, akit 2-3 pofonnal győztek meg, hogy önként lépjen be, besúgni, vagy aki tartóvész volt, vagy akit kényszerítettek, zsaroltak. De itt az igazán izgalmas információ nem ők. Nyilván, ez akinek az életét megkeserítették, az okkal kíváncsi arra, hogy kik és miért keserítették meg az életét. Ez nem de baj, az hogy igazán 80-90-100 éves emberek. Ezt szeretném befejezni. Az igazán izgalmas információ viszont az, hogy kik azok, akik nem pusztán bezsarolt, beszervezett kispiclik voltak, hanem derekassan szolgálták a kommunista állambiztonságot, és utána ezzel az információval brókerkedve részt vettek az állami vagyon lebontásában, magyarul a közvagyon széthordásában, részt vettek a médiabeli, gazdasági, vagy éppen a politikai rendszerváltásban. De lehetett disztingválni úgy, hogy azok, akik valóban áldozatok voltak, vagy félig áldozatok voltak, azok ne legyenek hírbehozva. Tehát ez olyan ország, hogy valakinek megjelenik a neve kétszer a hírkeresőn, vagy egy lapban, vagy bárhol, és aztán magyarázkodhat évekig, annál rosszabb helyzet, a bizonyítványát. Annál rosszabb helyzet nincsen, mint hogy nem minden információ transzparens, illetve teljesen bizonytalan, hogy mi az, ami nyilvános átlátható, és mi az, ami nem, és különböző érdekek, és különböző benfentesek, aktuális politikai, gazdasági érdeke szerint lehet hírbehozni így valakit. Más. De pontosan ezt a helyzetet szeretnénk megszüntetni. Más témában említette a párton belüli leszámolásokat. Várnai Lászlót kitették a pártból, az zuglói képviselőjüket. Van egy blogja Várnai Lászlónak, és a kitétele után egy kedves címmel írt egy bejegyzést, az a címe, hogy Jégcsákány. Trockyra utal. Ön ebben a történetben párhuzamban állítják Sztálinnal, illetve állítja Várnai László, és hát, hogy kiretusálja maga mellől a ellenpéseket, de nem is ez az érdekes, persze ezt is kommentálhatja, de azt írja egy bejegyzésében, hogy még valami, amikor egy LMP tag egy LMP-s buli alkalmával össze-vissza verte a barátnőjét, meg a lánya fiút zárójelben, akkor senki nem beszélt bántalmazásról, a fiút nem csak, hogy nem rúgták ki, nem adtak neki pártfegyelmét, hanem felvették a frakció alkalmazottjának. Ennyit a kettős mércéről. Ugye Várnai Lászlót azért tették ki a pártból, mert állítólag bántalmazta élettársát. Én ezt nem egészen ezért, most az, hogy valaki ezek után hogyan vagdalkozik. Tehát ez csak egy vagdalkozásnak tartja. Ezt én nem is kívánom tehát kommentálni. Tehát akkor nem is tud erről a budiról, ahol nincs, hogy miről ellentések beszél, fogalmam egymás. Nincs, hogy miről beszél. Egyébként pedig, hogy mondjam, szóval a sztálin irányításnak egy elég fura válfaja az, hogy ha valaki többszörösen áthág párton belüli normákat, akkor még a utolsó utáni alkalommal is a párt tagja maradhat. Várnai Lászlónak egyébként megszűnt a tagi jogviszony, egész egyszerűen azért, mert felfüggesztette a tagságát, és a felfüggesztés lejárt, tehát megelőzően nem jelezte azt, hogy visszakívánja. Bárcsak ismét témát, ha megengedi a képviselő úr, ismét ügyvédként kérdezem, a devizahitelesekről van szó. Most már egy héten belül egy pénzintézet másodszor is pert vesz. Tehát igaz, két másik jogalap kapcsán, az egyiknél egy, hát nem ismerik bele a jogi részletekbe, de mennyire precedens értékűek ezek az ítéletek, amikor a semmiséget kell megállapítani az egyik ügyben, azt hiszem a fővárosi törvényszéknél semmiségi megállapító kereset volt, a másikban pedig gyakorlatilag azt mondták, hogy egy közbenső ítélettel, hogy a mértéktelen kamatemelés, ugye az a helytelen, aztán majd a közbenső ítélet után majd megegyeznek abban, hogy ebben milyen kártérítés. Hát meg ebből hogy lehet jogegységi határozatot hozni mondjuk a bíróságban? Szerintem lehet. A kúriának. Egyébként pedig én nagyon remélem, hogy jövő hétfőn a parlament átsorozatba veszi azt az LMP-s indítványt, amelyik egyrészt pontosan azt a helyzetet rendezné, hogy minden egyes esetben, amikor keresetet indít egy fogyasztó a devizahitelszerződés semmiségének a megállapítása iránt, a szerződés egészét legyen köteles vizsgálni a bíróság. Ugye pont ez derült ki, hogy valamelyik bíróság csak bizonyos kitételeket vizsgál, a másik pedig a teljes szerződést, hogy az európai gyakorlatnak megfelelően ezeknél a banki szerződéseknél a szerződés egészét vizsgálják, kilakoltatni, ha le is jár a kilakoltatási moratórium, kizárólag jogerős bírói ítélet alapján lehessen, és azonnal tiltsák be a banki követelések átruházását. Így lehetne a tisztességtelen, méltánytalan helyzeteket megelőzni. Egyébként pedig jogilag az a véleményem, hogy ezek a szerződések, ezek semmisek. Az eredeti állapotot kell helyreállítani? A forintban vissza kell fizetni nyilván a kapott kölcsönösszeget. Ez akár mondjuk 40%-kal kevesebbet is jelent. Ez van.
Ez van, de ez egy jogtalan, kisemmizett helyzet, amibe kerültek azok, akikkel ezt a szerződést megkötötték. Nagyon egyszerű a jogi helyzet. Tehát minden kockázatot a banknak kell vállalnia, ami az árfolyam mozgásból adódott, szerint? Így van, nagyon egyszerű, hogy ez miért. Ez a kormány álláspontja is. Csak a kormány nem cselekszik, hanem próbálja rátolni a felelősséget a kúriára. De mit tud csinálni, hogyha nincs jogegységi döntés? Én most nem védem a kormányt, valószínűleg egyrészt időt húznak. Több dolgot. Egyrészt a mi törvényjavaslatunkat el lehet fogadni. Kettő, már korábban a jegybanknak akár kormányzati segédlettel tárgyalnia kellett volna egy úgynevezett swap ügyletről a svájci bankkal, ugyanúgy, ahogy a lengyel jegybank megtette, hogy legyen svájci frank forrásuk a magyar kereskedelmi bankoknak, azon kívül pedig rendezni kell azt a méltánytalanságot, ami a devizahitelkárosultakat érte az elmúlt 10 évben. Schiffer András frakcióvezető, az LMP-től, tisztelettel köszönöm. Itt volt, jöjjön máskor is kollégáknak, köszönöm a kérdéseket. Híradó következik.